sikervel, feladatok megoldásában legyen szerencsétek. Ókeresztény szimbólummal ellátott jelvényt kaptak Kabalának a gyerekek az Ízeumban, majd magukhoz vették a feladatlapokat, és nekiindultak, hogy a Szent Márton és Pannónia című kiállításban megkeressék a helyes válaszukat. 15 csapat nevezett a vetélkedőre, mindegyik fantázia nevet és saját emblémát talált ki magának. A gyerekek sokat készültek a játékos tudás próbára. Suliba megnéztünk egy filmet, és a Wikipédiáról kellett kikeresni a fontos lényegeket, és hát nem volt annyira nehéz. A mi nevünk a Márton köpenye, Szent Márton köpenye, és sokat készültünk a versenyre. Minden délután a tanárnővel egy foglalkozást tartott nekünk, igen, és ott gyakoroltunk. Aztán jöttünk ilyen foglalkozásokra, amit az Izumba is tartottak, meg az Agórába is. Római eredetű szöveget kellett kiegészíteniük, kakukktojást kerestek az egyes tárgyak között, állatszimbólumokat azonosítottak, és a hibákat kellett meglelniük egy Márton élettörténetéről szóló írásban. Az Rényi Ilona általános iskolából 5 csapat érkezett, köztük több ötödikes. Ők még nem tanultak Szent Mártonról. Hogy őket szakkör keretében kezdtem el felkészíteni a római történelemből, azon kívül elhoztuk őket ide az Ízeumba, több ízbe is kaptunk rá lehetőséget, hogy ingyenesen megtekinthették a gyerekek a segédletünkkel az új Szent Márton kiállítást, és itt egyesével végignézhettük a tárgyakat. A csapatok együttműködő készségére, kreativitására, történelmi ismereteire épültek a feladatok. A két helyszínen egy-egy órájuk volt a megoldásokra. A megosztott első helyet a paragvári és a gencsapáti Apponyi általános iskola érdemelte ki, megelőzve a dési, illetve a zrínyi egyik csapatát.